Répás Dobi Marietta szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ez itt a Hídköznapok, a mikrofonnál Fekete Rita, és nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Borbély Józsefet, a Hídgyülekezete lelkészét. Szervusz! Szervusz Rita, köszöntöm a kedves hallgatókat! Ma pedig a Máté 24. tehát a Máté könyvének a 24. fejezete alapján fogunk beszélni az idők jeleiről, és akkor át is adnám neked a szót, Józsi, hogy miről is szól a Máté 24, avassuk be azokat a hallgatókat is, akik most így kapásból ezt mondjuk nem tudják. Ugye a Máté 24 egy olyan beszéde Jézusnak, amit közvetlenül a megfeszítése előtti napokban mondott el az Olajfák hegyén, utolsó időkre vonatkozó proféciákat tartalmaz, illetve hát a templom lerombolásának az időpontjával foglalkozik, illetve azzal, hogy három kérdést tesztek föl neki, ez egyik az, hogy mikor rombolják le a templomot, másik az, hogy mi lesz a jele az ő eljövetelének, és a harmadik kérdés meg az ott, hogy mi lesz a jele a korszak lezárásának, a korszak zárásnak. Ugye ezt a három kérdést tették föl neki, amikor ugye úgy indul a rész, hogy a templomból jöttek ki a tanítványok, és dicsérték a templom épületét. Egy fantasztikus, gigantikus épület volt a Nagy Herodes által felújított templom. Egy ilyen épület komplexum volt igazából, és tényleg a világ hét csodái közé tartozott, szóval fantasztikus épület. Aki járt már Jeruzsálemben, látott ilyen maketteket, meg látta a köveket, amik maradtak a romokból, szóval egészen elképesztő épület lehetett. Tényleg a tanítványoknak leesett az áll, és dicsérték, milyen fantasztikus, és akkor mondta Jézus, hogy hát kőkövön nem marad. Ez mindez. És ugye most a háború alatt meg az embernek még jobban megelevenedik előtte a kép, hogy a szép városokat hogyan rombolják le, és hát dőlnek le az épületek, és kőkövön nem marad. És egy ítéletet prognosztizált a názereti Jézus, és akkor a tanítványok, amikor magukban maradtak Jézussal, nagyon érdekes, hogy lehet látni, hogy másnak nem magyarázta el, de a tanítványoknak elmagyarázta. Azaz ebből én azt veszem ki, hogy azért akik az Úrnak a tanítványai, az Úrhoz tartozók, azok meg tudják érteni az idők jeleit. Aki meg nem, azok pedig, ahogy mondja Jézus, olyan lesz, mint a Noé idejében, ettek, ittak, házasodtak, és nem vettek észre semmit. Azaz a világ, a világiak, nem, azok az emberek, akik nem tartoznak az Úrhoz, azok lehet, hogy értelmezik a korszakot, a kor, de valahogy egészen másképp értik meg, mint azok, akik az Úrhoz tartoznak. Azoknak a názereti Jézus, illetve hát most a Szent Szellem által magyarázza az egyháznak Isten, hogy mi történik most. És én azért foglalkoztam ezzel mostanában, hogy egyrészt a háború miatt, másrésztről, mert én magam érzékeltem, hogy micsoda félelem, és milyen a jövőtől való félelem rettegés környékezett engem is, őszintén mondom, hogy jaj, mi lesz, meg a forint elromlik, meg mi lesz-e háború, mert tovább megye. Szóval az emberből kérdések felmerülnek, legyünk tényleg őszinték, és ha nem mondjuk, hogy engem nem érdekel, meg hát nem lesz semmi baj. Nyilván de az ember meg érzékelte, hogy milyen félelem árad ki a világra. És a másik, amit érzékeltem, az, hogy milyen elemi gyűlölet szabadult föl a háború mellett. És nem csak az ott élő ukránok vagy oroszok között, hanem egész Európa, sőt egész világban egy gyűlölet hullám indult el, ami most már lassan ott tart, hogy most már hallom, hogy több helyen nem engedik, hogy orosz zeneszerzőket játszanak le. Szóval indexet teszik Puskint, Stravinszkit, meg Sosztakovicsot, és az ember meg csak néz, hogy ez micsoda. Hát annak idején, amikor a nácik szörnyűségeket tettek, és tényleg irtozatos volt, senkinek nem jutott eszébe, hogy Schillert letiltsa, vagy Mozartot letiltsa. Azaz egy olyan gyűlölet hullám indult el, eltörlés kultúra, mondnak így, ez nem kultúra, ez eltörlés kultúra indult el, ami mögött egy elképesztő gyűlölet van, és az az érdekes, hogy amúgy olvastam a Máté 24-et, egyszerűen felfedeztem, hogy Jézus ezt mondja előre. Ezt a kettő dolgot, a félelmet és a gyűlöletet kiemeli, mint egy tüneteit az utolsó idők jeleinek. Hogy ez fog lecsapódni az emberekben. De fel is olvasd már, ha esetleg, mert Isten igény az mindig is nagyon-nagyon jó.
És akkor ugye megkérdezték Jézus, hogy mikor olajfákhegyen voltak, ültek, és tanítványok magukban mondván, azaz, hogy nem volt ott más, csak a Jézus meg a tanítványok, mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, mármint a templom lerombolása az egyik, azt tudjuk, hogy ez most bennünket ilyen értelemben nem annyira érdekel már, mert tudjuk, hogy mikor volt a templom lerombolása. Krisztus után 71-ben Titus rombolta le a templomot, és ezt tudjuk. A következő, micsoda jele lesz a te eljövetelednek, azaz milyen jelei lesznek, hogy Jézus visszajön, harmadik pedig, hogy milyen jele lesz a világ végének, az a korszak zárásnak, milyen jelei lesznek. Ez nem ugyanaz a kettő. És Jézus felelvén mondta nekik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, sokakat elhitetnek. Hallanatok kell majd háborúkról, háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, ugye Szent Pál Akadémia úgy fordítja, hogy vigyázzatok, hogy nagy pánikba essetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez itt nem a vég, azaz lehet látni, hogy Jézus itt már mondja, hogy kell, hogy legyenek olyan események, háborúk hírei, amik az emberekben rémületet fognak, pánikot fognak létrehozni. Ugye itt olyan szó szerepel a troeo, ami megretten, pánikba esik, félelmébe kiáltozik, ez a jelentése neki. Azaz olyan események történnek, amitől az emberek egyszerűen bepánikolnak, és félelmükben kiáltoznak. És azt mondja Jézus, hogy ezeknek minden meg kell lenni. És ezen is elgondolkoztam, hát, hogy igazából az ítélet a világra kell, hogy jöjjön. Én nem vagyok kegyetlen ember, én azt vágyom, hogy legyen béke, és imádkozom érte, és a szívem fáj, ha látom ezeket a híreket, meg hallom. Tegnap is találkoztam egy ukrán menekülttel, és beszélgettünk, és hát az embernek a szíve megindul ezen, amik történnek, és vágyom a békét. De az a helyzet, hogy a világ számára, most már itt van az ítélet időszak jön. Ez még nem az, amikor a 7 éves nyomorúság lesz, hanem ez még csak először, mindjárt olvasom tovább. De azt lehet látni, hogy a világra fog jönni az ítélet. Ez a világ, az ébredés ugye elindult körülbelül múlt század elején, egy karizmatikus pünkösdi ébredés, pontosan pünkösdi ébredés a múlt század elején valamikor, és aztán a század közepén a karizmatikus ébredés, és a világ az Úr elfogadása helyett hát az abortuszt tette, most már legnagyobb halálok a világon az abortusz. Még a Covid időszak alatt is igen, az volt. Igen, a legnagyobb halálok az abortusz. A világ az LMBTQ jogok kiterjesztésére használja a szabadságot és a jólétet. Az a Szodomát és Gomorát akar csinálni az egész világból, és lehet látni, hogy gyakorlatilag most már gazdasági eszközökkel kényszerítik rá a nemzetekre ezt a fajta bűnös, bibliai szempontból bűnös világnézetet. Elképesztő gazdasági igazságtalanságok vannak a világon, vadkapitalizmus, pár ember kezében van a világ vagyonnak a jelentős része, és az emberek meg hát tömegesen is. Szóval hogy olyan igazságtalanságok vannak, csak egy pár dolgot mondtam, nem beszél a bálványimádásról, emberimádásról, ami zajlik a világban, sztárkultuszokról, amik szintén olyan szintre jutottak már, nem kell csodálkozni, hogyha ítélet jön erre. Ez erre jön az ítélet. És hogy ez hol dobja ki a földgyomra a katasztrófát, és hol történik az ember mindig azt mondja, miért pont ott. Egyébként biztos ennek is van oka, de ebben nem akarok belemenni, hanem azt kívánom, hogy legyen vége a háborúnak Ukrajnába, Isten adjon kegyelmet, és ne kelljen meghalni se az oroszoknak, se az ukránoknak, se a kis katonáknak, se a nagy katonáknak, senkinek, se az civileknek. Ez szörnyű, de azért azt tudni kell, hogy a világon mozog a célkereszt, ott van rajta az ítéletnek a célkeresztje. Ha a világ ilyen, akkor egyértelmű, hogy ennek következményeképpen a vetés aratás törvénye miatt veszedelem kell, hogy jöjjön. Ezért mondja Jézus, meg kell lenni ezeknek. Na és akkor, amikor ezeket látjuk, vagy ezeknek az eseményeknek elő
szeleit is látjuk akár, akkor itt említetted a félelmet és a pánikot, és azért, ahogy te is mondtad, ezt nagyon lehetett tapasztalni az elmúlt hetekben is, és akár még a pánikot is, mert... Hát a gazdasági válság az nem pánik. Persze. A tőzsdék összeomlanak. Hogyne, ez pánik, persze, hogy hirtelen felúlik az olajára, a forint elkezd, meg minden. Hát lehet látni, hogy egyszerűen, és azt lehet látni, hogy ráadásul azt látom, hogy, mind a gazdasági, mind a politikai szereplőknek a 99%-a, ahelyett, hogy csillapítaná a világban ezt a pánikot, még rápakol egy lapáttal, és nem nyugtatják a piacot meg az embereket, hanem még a háborús retorikát még jobban nyomják, öntik az olajat a tűzre, leszámítva nagyon-nagyon kevés politikus. Én Európában egyetlen egy politikus tudok, aki hát úgymond békepárti. Most nem akarom mondani, mert nem akarok beszélni erről, mert nem azért vagyok itt, de egyszerűen azt látom, hogy ugye mondják, azt mondják, hogyha Isten meg akar ítélni, valaki telebe elveszi az eszét. És én azt, és megemlékeztem arról, hogy a nagyanyám mesélte annak idején, nagymamám, nagypapám, hogy amikor a első világháborúban, hogy meneteltek a magyar katonák, és a háborús retorikától ittasan, bátran és énekelték, hogy megállj, megállj, kutya Szerbia, nem lesz ilyet soha Bosznia, mert a magyar nem enged, és mentek az emberek bele a halálba, és aztán Isonzónál és egyéb helyeken haltak meg millió számra, és ez a retorika, ez elvette az eszét az embereknek, és azt hitték, hogy lezárják, 3 hónap múlva vége lesz a háborúnak, és azt tudjuk, hogy mi volt az első világháború, aztán jött a második. Így van, évek. És milliók haltak meg értelmetlenül egyébként. Teljesen értelmetlenül, és nem hozott meg könnyebbülést a háború, hanem ellenkezőleg csak még mélyebb sebeket hozott létre, és hozta létre az első világháború békekötése a második világháborúnak az alaphelyzetét. És ezt lehet látni, hogy ha valakit Isten meg akar ítélni, úgy az látom, hogy egyszerűen egy idő elveszi az emberek eszét, és lehet látni, nem tudják, hogy mit csinálnak, és ahelyett, hogy kimásznának józanul, józan szellem lenne rajtuk, ehelyett még inkább hát szaladnak fejjel a falnak. Na most, de a tanítványok nem így. Viszont a tanítványoknak mondja ezt el, és azért itt lehet látni, hogy a tanítványok között is ezért mondja először, hogy ha meg ne rémüljünk, ne ijedjünk meg, nehogy pánikba essünk, mert ezeknek az eseményeknek ez az elsődleges hatása, hogy az emberek félnek. Ugye a Lukács 21-ben úgy van leírva, hogy ott egy másik szó szerepel, ott úgy mondja, hogy mindjárt mondom, hogy mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak a várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, azaz olyan fajta félelmet is létrehoz, ami a jövőtől félnek az emberek. Ez egy másik szó egyébként, egy olyan aggódás, szorongás, rettegés, szünoké, aminek az eredménye az, hogy az embereknek a lelke elalél, elájul, elhal a lelkük attól, ami még nem is történt meg. Jaj, mi lesz, hogy elveszítjük a vagyonunkat, jaj, jönnek az oroszok, eljönnek egész Kelet-Európába, és mi nem történt semmi ilyesmi, de már az emberek ettől, a jövőnek a várásától, rettegéstől elhal a lelkük. És én azon gondolkoztam, hogy és aztán olvastam a Bibliában, hogy mi az Úrnak erre a válasza, meg a Pál apostol mit tanácsol. Hát össze is tisztázni kell, hogy az ítélet az nem az egyházra jön. Az egyházra jön ítélet, de nem ilyen ítélet. Az egyházra Isten az ítéletet az Isten igéjével hozza. Istennek a beszéde ítél meg bennünket. És hogyha az ember meghallja Isten igéjét, és önmagát megítéli, nem fog elítéltetni a világgal együtt. Szóval ez az ítélet nem a miénk. Ez az ítélet már a názareti Jézus Krisztusról lecsapott helyettünk. De majd erről talán kicsit később beszélnék, hogy a nagy nyomorúságnak az ítélete hogyan, milyen formában került rá a názareti Jézusra. Helyettünk. Szóval az első a félelem, és több szót használ, mondom erre, mindenféle rettegés, félelem, pánik, ami az utolsó időknek az egyik jele. A másik pedig ugye mondja, hogy mert nemzet ellen, ország ellen lesznek éhségek, dökhalálok, földindulások mindenfelé, hát látjuk a szemünk láttára, hogy ezek történnek meg, háborúk, éhségek, dökhalálok, mindig többes számban.
azaz nem egy, hanem több. Mindez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete, azaz az eredetiben ugye úgy van, hogy a jósló fájások csak. Ez még nem a szülés, hanem ez a szülés előtti jelek, hogy nem sokára lesz szülés. Ez ezt jelenti. Akkor nyomorúságnak majd benneteket, megölnek titeket, a gyűlöletesek lesznek minden nép előtt a nevemért, azaz a keresztény üldözés. Hát ugye ezt is lehet látni, hogy a legtöbb mártír most már a világon keresztény. Sose volt ilyen szintű keresztény üldözés, mint ami most van. Ugye az iszlám világban egyértelműen, a Kínában, Indiában egyértelműen, Afrikában, Észak-Afrika is abszolút, de most már Nyugat-Európában is van, nem a látszólagos kereszténység, hanem mert ha valaki nem beszél a Bibliáról, akkor békén hagyják, de ha hajlandó a Bibliát komolyan valóságosan prédikálni, valóságos megtérést prédikálni, és szembe kerül a gender mozgalommal, akkor viszont már ott is van keresztény üldözés. Hát lehet látni, beperelik, stb. Elviszi a rendőr. Azaz ott is van, csak más módon Amerikában is. Úgyhogy itt ez a jel is a szemünk láttára teljesedik be, és akkor mondja, hogy és akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást a gyűlölet. A botránkozások, amikor az emberek megbotránkoznak, és elkezdik egymást gyűlölni, és a gonoszság megsokasodik, szeretetekben meghidegül, azaz lehet látni, hogy a következő másik jel pedig a gyűlöletnek ez a kiáradása, ami a világban egyértelműen lehet látni, amit mondtam neked, hogy látom, hogy itt most olyan gyűlölet árad ki az emberekre, oroszokra, amit én nem értek egyet a háborúval, és totál elítélem, abszolút, de most ez egy orosz ember, különösen mondjuk egy zeneszerző, vagy mondjuk Tolstoy, most tehet erről, hogy most ez történt, azaz nem is értem ezt, hogy ilyen etnikai, egyszer csak amit elítélt a kultúrvilág, a nyugati világ eddig, a rasszizmust, az etnikai alapon való gondolkozás gyületet simán csinálják. Hát meg ugye az általánosítás, nem? Tehát, igen. Hogy amikor valakit kollektíven büntetnek, egy népet. Így van. Gazdaságilag is, és egyéb más módon is egyszerűen sportolókat tiltanak ki, és sporteseményekről azért, mert ő orosz. Illetve hát embereknek a vagyonát zárolják, ami meg aztán meg a kommunizmusnak volt a szokása annak idején, hogy embereknek úgymond elkommunizálták, így mondták a magán vagyonát, és lefoglalták. Azt mondták, einstand. És kész. És attól fogva nem volt az övé. És ez a gyűlölet szerinted éppen, hogy a félelemnek lehet a következménye? Tehát amikor félnek, ilyen szinten, meg pánikba esnek, akkor ebből következik? Nem gondolom. Nem. A kettő külön működik. De párhuzamosan egymás mellett. Nem hiszem. Ez a gyűlölet szelleme, ugye a gyilkosság, a háború, a gyilkosság van benne. A gyűlölet, azt mondja a Biblia, aki valaki más embert gyűlöl, már a szívében már a gyilkosság megérlelődött, már szívében már embergyilkosnak minősíti János, aki így hordozza a szívében a gyűlöletet. Azaz, ez a két nagyon erős torzulás jön létre az emberiségben, és ezért figyelmeztet bennünket a názareti Jézus, ugye, hogy az agapé sokakban meghidegül a szeretet, de aki mindvégig kitart, és ugye a következő mondat, hogy mindenki kivart, az kitart, az üdvözül, mibe tart ki? Hát az agapéval a szeretetben. Ezzel a két, a félelemmel és a gyűlölettel szemben kell nekünk, keresztényeknek szembe helyezkednünk, és nem szabad, hogy elkapjon bennünket a gépszí. Hogy a Róma 12:2 mondja, hogy ne idomuljatok-e világhoz, ne szabjátok magat a világhoz, úgy fordítja Károli, de a eredetiben kb. Azt lehet mondani, ne idomuljunk a világhoz, ne engedjük, hogy ez a világ korszellem bennünket idomítson, hanem a szellemünk értelmét meg kell újítani, megvizsgáljuk, mi az Istennek a jó, kedves, tökéletes akarata. Azaz Isten akaratában maradjunk meg ezekben a nehéz napokban, amik most vannak, amik ilyen hullámszerűen jönnek. Most gondolom vége lesz ennek a háborúnak is,
és akkor lesz egy nyugalmasabb időszak, aztán megint jön egy másik hullám majd, hogy micsoda, hogy a járvány jön el. De ugye a járványnál is azért ezt már lehetett tapasztalni, nem? Tehát nem tudom, hogy te hogy látod, de ott is akár a félelem is, meg az, hogy az emberek elhidegültek egymástól. Abszolút, mert így van. Egyrészt elkezdtek félni egymástól, a közösségtől. Igen. Tehát, hogy ez azért nem most kezdődött el ez igen, a folyamat. Igen, a járványnál inkább a félelem volt, ami a domináns volt. Most a háborúnál meg inkább a gyűlölet domináns. Uh-huh. És lehet látni, hogy emberek mennek önként oda harcolni, hogy orosz töljenek, vagy fordítva, vagy ukrán töljenek, mennek a csecsenek. Mind a kettőt elítélem mélységesen, hogy egyszerűen mennek azért, hogy ölhessenek, gyilkolhassanak. Megjegyzem, ezek az emberek, akik mennek oda így ölni, azok már általában valami konfliktusban részt vettek. Azaz a másik olvasat ennek, hogy amikor valaki már egy ilyen háborúban részt vett, és esetleg embert ölt, az ember már nem lesz többet ugyanaz az ember. Ezek az emberek egy része, vagy magába fordul, és egy örökre lelki beteg lesz. Visszaemlékszem nagyapámra, aki az első világháborúban harcolt, hős volt, többször is kitüntették, de soha egyetlen egy szót nem mondott a háborúról. Egyetlen egy szót. Magába volt fordulva ezen a területen, és mert embert ölt. A másik véglet pedig az, aki után nem tud erről leszokni, és ha van egy konfliktus, akkor megy oda, hogy ott is lehessen, mert már megkóstolta a vért. Azaz nem lesznek az emberek ugyanolyan. Hát emlékezz vissza Dávidra is, miért nem engedte Isten meg neki azt, hogy hát templomot építsen, mert túl sok vért tapadt a kezéhez. Az ember megváltozik, hogyha háborúba kerül és ölnie kell. Hála Istennek, hogy nekünk nem kellett ilyet csinálnunk. Még egy állatnak a leölése sem okoz örömöt. Még ott is van egy pont, ami átszakad. Tudod, hogy én vadászok, és tudom, miről beszélek. Ott is van egy pont, amin át kell lépni ahhoz, hogy az ember ezt megcsinálja. Persze megcsinálja, mert ugye az étel, ez egy normális dolog, de akkor se jó, még egy állatot se jó megölni. Még egy szép virágot se jó leszakítani, ha olyan szép ott van a kertben, és nem akarod leszakítani, mert akkor már többet nem lesz ott kitúrni. Úgyhogy az ölés, de egy embert, az egy egészen más Rubikon, ha azon valaki átlép. Van, hogy muszáj, lehet, van olyan, amikor muszáj életnek a védelme érdekében, de az, hogy valakik azért menjenek oda, hogy ölhessenek, ezen látszik, hogy már a gyűlölet kijárat. És hát ugye ennek a gyűlölet akkor az első lépcsőfoka, ahogy Jézus is mondja, ugye a boldog mondások környékén beszél erről, hogy a gyűlölet és a meg nem bocsájtás. Igen, a keserűség, meg nem bocsájtás, igen. Szóval, hogy aki, és ezzel szemben, ugye, mondja Jézus, aki megmaradak az agapéban, az fog üdvözülni. És akkor nézzük meg, hogy ugye mit tanácsol az Istennek az igéje ezzel kapcsolatban. Az 1 Tesszalonika levélben van erről szó, ugye a Pál apostol szintén a utolsó idők jeleiről beszél. Utolsó időkről beszélt, az Antikrisztus eljövetelével kapcsolatban. Beszél az utolsó időkről, és akkor ott mond egy-két dolgot ezzel kapcsolatban. Szóval igen, jól tudjátok ti magatok is, az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel, azaz miről beszél? Amiről a Máté 24-ben Jézus is beszélt, hogy milyen lesz az ő eljövetele. És akkor utána, most nem akarok belemenni a jelekbe, csak arra, hogy mit tanácsol a Pál. Azt mondja, hogy ti nem vagytok a sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket, azaz mit mondom, amit én is mondtam, hogy akik az Úrhoz tartoznak, azok fogják ezeket a jeleket érzékelni, detektálni, megérteni, és nem fogja őket meglepni ez, hanem fogják tudni értelmezni az idők jeleit. Nem tudjuk a napot, az órát, azt nem lehet tudni, de az idők jeleit fogjuk érteni, látni, és mi világosság fiai vagyunk, nappal fiai, nem vagyunk az éjszaka és sem a sötétségé, ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok, mert én azt mondom, igen, és mondjam, mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek felöltözve a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek a reménységébe, mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ővele, vigasztaljátok azért egymást, és építs egyik a másikat. Azaz miről beszél a Pál? Arról, hogy először is tudatosítani kell magunkban, hogy Isten bennünket nem haragra rendelt.
A világra jön az ítélet, jön a harag. Ez még csak az előítélet, az előharag, a szülési fájdalmak, a jósló fájások, amik megelőzik a szülést, hát te tudod, a hölgyek tudják, én még nem szültem soha többet, már nem is fogok, leszámítva a vesekövet egyszer az megszültem, de na mindegy, borzasztó volt. És az tény, hogy a szülés előtti időszak, mondják az asszonyok, a feleség is mondta, hogy volt, hogy úgy azt hitte, hogy szülni fog, de még nem. És azt tudni kell, hogy ezek az ítéletek, ezek alapvetően nem mi ránk vannak szabva. Mert nem haragra rendelt bennünket az Isten. És az ítéletnek a cél keresztje nem rajtunk van, nem rajtunk mozog, hanem a világra jön, mert a világra jön igazság szerint, igazságosság szerint, Isten ország igazságosság. És ezért mondja, hogy vegyük föl a hitnek a mellvasát, ugye? Miről van itt szó? Nyilván arról van szó, hogy meg kell magunkat erősíteni abban a hitben, ami a bibliai hit, hogy mi rajtunk már nem, mi már nem az ítéletre vagyunk rendelve. Nem azért hívott el bennünket az Úr, hogy aztán a világgal együtt elveszünk. Ugye fogalmazos így az ige, hogy megbékéltünk. Így van, igen. Mi elfogadtuk a béke üzenetet. Ugye úgy mondja a Lukács, hogy emeljétek fel a szemeteket, és lássátok, hogy elközelegett a ti váltságotok. Ugye ki, miről van szó? Egy szeméről, a názareti Jézusról, ő a mi váltságunk. És utolsó időkkel kapcsolatban mondja ott az Úr, igen, az Úr maga, hogy elközelegett a ti váltságotok. Azaz bennünket megváltott az Isten, az egyházat, azokat, akik tényleg az Úré újjászülettek, és az Úr Istenhez tartoznak, kiválasztottak, hogy mondja a Biblia, tudván Istentől szeretett atyám fia, hogy ki vagytok választva, hogy Isten szeret bennünket, és kiválasztott bennünket. Nem arra választott ki bennünket, hogy a világgal együtt elkárhozzunk, a világgal együtt elveszünk, meghaljunk együtt a meghalókkal, bár azt tudjuk, hogy a 10 csapásból 3-at érzékeltek a zsidók is Egyiptomban, azaz valamilyen szinten érzékeli az egyház is ennek a válságnak a dolgait, és a válsághullámokat, de azért azt tudni kell, hogy azért a Gósen földjét Isten, amikor már tényleg keményen jöttek a dolgok, amikor az ártalmas bogarak jöttek, az volt a negyedik, akkor már Isten elválasztotta a Gósen földjét, hogy megmutassa, hogy nem úgy lesz. Sőt, amikor sötétség volt mindenhol, náluk volt világosság. Mi a világosság fiai vagyunk, mi tudjuk, értelmezhetjük, láthatjuk. És az első a hitnek a mellvasa, hogy az ember megerősítse magát abban a hitben, hogy van nekem váltságdíjam, van nekem megváltom. Mitől váltott meg? Nem csak a saját bűneimtől, következményeitől, hanem megváltott engem a kollektív ítélet alól is. Ugye a Joel 2-ben van leírva, a Joel 2-ben beszél a harag napjáról. Egy gyönyörű rész, elképesztő, gigantikus képeket fest le, és ott mondja, hogy Joel 2-ben, hogy a haragnak a napja, nagy és rettenetes nap, borúnak a napja, sötétségnek a napja, az a nap. És akkor, hát nem tudom mennyire jut erről eszedbe, de nekem egyből beugrik arról, hogy a názareti Jézus, amikor a Golgotai kereszten volt, déli 12-től 3-ig sötétség volt. Borúnak a napja volt, a haragnak a napja volt. Beborult, sötétség lett. Azaz a názareti Jézus bennünket ettől az utolsó idők sötétségétől a harag napja alól is megváltott. Rajta volt a harag napja. És ő ezt az ítéletet elhordozta, hogy az egyház számára, aki hisz ő benne, már az időszak ne legyen az osztály része, hanem, hogy mondja az ige, a beszedelem elől ragadtatik el az igaz, megváltott bennünket. Nem azért nem vagyunk harag alatt, mert esetleg nem érdemelné meg a nemzetünk, vagy nem lenne egy kollektív ítélet igazságos esetleg mi rajtunk is, hanem azért nem nincs rajtunk, mert mi hiszünk a megváltásban. Hiszünk abban, hogy bennünket az Úr megváltott. Hogy nem nemzeti szinten, hát sajnos ezt nem nemzeti szinten történik az üdvözülés, hanem egyéni szinten történik, elhívás által, újjászületés által. Ezért a nemzeti kereszténységet nem úgy kell érteni, hanem legfeljebb úgy lehet nemzeti kereszténységről beszélni, hogy sok ember megtért egy nemzetből, így, de nem lehet sajnos, nemzetet nem váltott meg ilyen módon. Egy nemzetet váltott meg az Úr, de azt is, ahogy mondja a Biblia az zsidókról, hogy a népeket adtam váltságul, érted? Ott sem az egyéni váltságdíjról beszél, hanem arról, hogy nemzeteket fog beáldozni Isten
Izraelért. Egyetlen egy nemzetnek a megváltásról beszél a Biblia, mint nemzetről. Az egyház ugye nem nemzet, hanem nemzetek közül kihívott egyének. Közösség. Igen. Úgyhogy az első a hit, hogy megerősítsük magunkat abban a hitben, hogy elközelgett a mi váltságunk, illetve meg vagyunk váltva, hogy a harag napja a názareti Jézuson 2000 évvel ezelőtt ott volt, hogy a Golgotán ez az utolsó időznek ez a borúja, haragja, dühe, sötétsége, amiről beszél, hogy a sötétségnek a napja, az ő elszenvedte, és ő az, aki mi helyettünk elhordozta ezt a keserűséget, és kiitta a poharat, a haragnak a poharát. Kiitta a hét poharat. A jelenések két poharát. Ők ezt kiitta. Azért mondja, hogy múljék el tőlem ez a pohár, ha lehetséges. És nem volt válasz, azaz a program ment tovább, és neki ki kellett inni a harag poharát. Kiitta. A trombita, a zengés, az ítéletek, a csapásokat elhordozta. Rá jött Isten haragja, mi helyettünk, megváltott bennünket a nagy nyomorúságból a názareti Jézus. Dicsőség az Úrnak. Azaz, ez az első, a hitnek a pajzsa, hogy tartottam a hitnek a melvasa, az ember megerősítse magát a hitnek a melvasában, mert akkor az ember megerősíti magát abban, hogy hát nem a haragra vagyunk ítélve, és nem a csapás, ami osztályrészünk, hogy a félelem, a pánik ne tudjon bennünket megragadni. És nagyon érdekes, hogy összekapcsolja a hitet, meg a szeretetet. És a szeretet melvasába is, hogy mondja a Biblia, hogy aki fél, abban még nem lett teljes a szeretet. És ugye az Isten szeretete hogyan jelent meg? Isten szeretete a Krisztusban jelent meg. Az Isten agapéja abban jelent meg, hogy odaadta a legdrágábbat, akit a legjobban szeret. Aki az életét oda áldozta méretünk, akiről profétált Ábrahám, mikor kérdezte Izsák, hol van az áldozat, és akkor azt mondta, majd az Isten gondoskodik, engesztel áldozatról, fiam. És ő a názareti Jézus, ő az Isten báránya. Ő az Istennek a szeretete. Ő az út. És ez a szeretet, akiben benne van a fiú, az Istennek a jelenlétébe be tud menni, és Istennek az a szeretete kiárad az életére, és ez a szeretet kiűzi a félelmet. Ez a szeretet, ez übereli a félelmet, fölül haladja az összes félelmet, rettegést, és ezért mondja is a Biblia, hogy az Istennek a szeretete pedig kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által. És ez a szeretet rááradt az életünkre, ez is a melvas jelent van nekünk, hogy ne tudja áthatni a szívünket sem a félelem, a rettegés, a pánik, a jövőtől a félelem. Ugye mondja is a Máté 6-ban mondja Jézus, hogy nem szolgáltok két úrnak, vagy a mammonnak szolgáltok, vagy az Istennek szolgáltok. Ezért ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, mit tegyetek, mit igyatok, mivel ruházkodjatok. Azt a pogányok csinálják. Azaz látod, itt is elválasztja a nemzetekhez valókat, meg az egyházhoz tartozókat. Azt mondja, nem kell aggodalmaskodni. Nézzetek meg az égi madarakat, hogy nem vetnek, nem aratnak, mégis eltartja őket a mennyei atya. És nézzetek az a liliumokat, Isten hogy öltözteti őket, pedig ma virágzik, holnap kemencébe vetik, de Salamon a legnagyobb dicsőségébe se öltözött, mint úgy. Ezek közül egy. Ne aggodalmaskodjunk. Az Istennek ez a szeretete, gondviselő jelenléte, kegyelme. Ezt, hogy az ember elhiszi, elfogadja, befogadja, ez emberből az aggodalmakat, a jövőtől való félelmet, az élet gondjainak, ezt a terhét, amit hát a háborúban most ez válság, hát gazdasági világválság jön, ez nem kérdés, nem az jön, van. Van. Szemünk láttára bontakozik. Igen, és én is éreztem, most mi lesz, meg mi lesz a megtakarításunkkal, meg mi a forinttal, stb. És az ember ugye próbál a jövőre készülni, úgy, ahogy normálisan. És akkor azt mondta, éreztem magamban, hogy nyugi. Ne kapkodjak, ne féljek. Igen, mert a félelem egyébként rossz döntésekre is sarkalja egyrészt az embert, másrészt meg az jutott eszembe, amit mondtál, hogy valamilyen módon egyfajta bizalmatlanság, nem? A félelem. Tehát az van benne, hogy én nem bízok abban, hogy rólam gondoskodik Isten, hanem, és akkor az emberek gyorsan meg akarják oldani saját maguk, és akkor ebből jönnek olyan pánikreakciók, amiket kapkodnak, mint Bernát a ménkül, szokták mondani szép magyarul, és emiatt az emberek valóban rossz döntéseket hoznak, és nem, hogy kimásznának a bajba, hanem még mélyebb rásamlókat. Szóval éreztem, hogy egyszerűen nyugtat a Szentlélek, hogy ne kapkodjak, ne aggódjak, ne arra nézzek, ne engedjem, hogy a világnak a helyzete idomítson engem, ne idomuljak-e világhoz.
ne szabjam magam a világhoz, hanem kezdjem el beleásni magam az Isten igébe. Mit mond erre vonatkozóan? Mi az üzenet? És ez volt üzenet, hogy a hitben erősítse. Meg vagyok váltva. A názareti Jézus Krisztus szegény lett, értem, hogy én meggazdagodjak az ő szegénysége által, hogy az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, a nemzeteken, azaz rajtam. Él az én megváltom. És ezt a hitet meg kell erősíteni. Úgy mondja a másik helyen, ugye van egy fantasztikus megvallása, egy dicséret a Habakuknak, a Habakuk 3-ban. Hogy a fügefa nem fog virágozni, a szőlőben nem lesz gyümölcs, megcsal az olajfaj termés, egy elképesztő válság hullámot ír le a Habakuk utolsó időkhez is, utolsó időknek a proféciája. Itt van, Habakuk 3. Fügefa nem fog virágozni. Először mondja, hallama és reszket a bensőm, szózatra remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népre, amely megsanyag. Az utolsó időkről beszél. És azt mondja, hogy látta a látomást, és egyszerűen érzi, hogy a félelem megragadja. Mert a fügefa nem fog virágozni, szőlőben nem lesz gyümölcs, válságokról beszél. Gazdasági válságért, tehát tudjuk, hogy vannak ennek szellemi olvasata is. Igen, kivész a juh az akolba, nem lesz ököl az istállóban, de én, és akkor elkezdi mondani, jön egy olyan megvallás, amit éreztem, ez nekem üzenet. De én, különbséget tesz az Isten. De én örvendezni fogok az Úrban. Vigadok az én szabadító Istenemben. Ez az osztályrészem ebben a nehéz időben. Az Úr Isten az én erősségem. Hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéhoz. Ez nem azt jelenti, hogy olyan szörös lesz, hanem azt jelenti, hogy olyan helyeken fog tudni elmenni, ahol már senki nem tud elmenni. Én láttam szarvasokat. És nem lehetne nőstény szarvas mondani, a bika, ugye a hímszarvasnak az agancs akadályozza sokszor a sűrű erdőbe, vagy olyan helyeken menésbe. De a nőstény szarvas nem. Én láttam nőstény szarvasokat olyan helyeken elszaladni, csak néztem, hogy fértek el? Hogy ment oda föl? Elképesztő. Ilyenné teszi a lábunkat. Azaz, ami máshol leesik, megbotlik, beakad, tönkre megy. Jézus akad be helyettünk a szövevénybe. Azért, hogy mi magas helyeken tudjunk járni, és örvendezni tudjunk a mi szabadításunkban, vigadjunk a mi Istenünkben. Ezt a hitet meg kell az emberben, ez a hitnek a melvasa. Hogy Isten bennünket megkülönböztet. Nem a csapásra, nem az ítéletre vagyunk teremtve. Illetve jogosan rajtunk lenne, mert a bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka, örök élet, bűnbocsánat a Krisztusban, és ez a mi osztályrészünk, és van nekem megváltom, van Jézusnak a vére, és ebbe a vérbe hiszek. És erre azért is nagyon érdemes nagyobb hangsúlyt tenni, mert ugye most van egy tömegkommunikáció, egy ilyen globális kommunikáció, és amikor az ember az 50. helyen olvassa azt a rémhírt, vagy azokat a híreket, tehát hogy mondjam, ömlik ránk igazából a rémhíreknek a sokasága, mert igen, nyilván a média is ezt strófolja fel, és akkor pluszban még én találkoztam olyanokkal is a környezetemben, akik szintén pánikolnak, és ezt valamilyen módon átragasztják egyik ember a másikra. Hát ez a ragadós a félelem, ugye? Azt tudjuk. Hát persze, hát amikor a Saulék kijött a Góliát, az egész Izrael népe pánikban volt, és féltek. Kiállott a félelem szelleme. Mindenhol. És a figyelmük Saulnál többször is olvja, hogy féltek, rettegtek. Maga Saul is félt, jaj, mi lesz. De Dávid egy helyen se olvasuk, hogy félt volna. Hanem ő hit abban, aki az Úr, az ő, aki őt megtartja. Oroszlánnál is megtartott, medvén is megtartott, most is meg fog tartani. Azaz a félelem az ragadós, de a hit is ragadós. A hit is ragadós, ezért kell róla beszélni, prédikálni róla, mert az embereket megérinti a hit szelleme, és akkor megnyugszanak, és a szívük hát a kiterjedésre, meg az örömtől, mert érzik, hogy igen, hát tényleg, nem véletlenül tértem meg, hát nem véletlenül váltott meg az Úr, hát szeret engem az Isten, hát nem feledkezett el rólam, nem kerültem B-listára, vagy fekete listára Istennél, hanem az élet könyvébe lettem beírva. Az élet csomójában van beírva, becsomózva az én életem is. És nem a elpusztulók közé vagyok írva, hanem Isten kegyelme rajtam, honnan tudom, hogy elhívott, hogy van hitem, hogy tudok hinni. Hát ez mind bizonyíték arra, hogy Isten engem nem a veszedelemre rendelt. És ilyenkor kell a hitnek a melvasát felöltözni, mert amikor az ember hallja a rémhíreket, és amit mondasz, hogy a hírek címe is olyanok, meg a breaking news van, gyakorlatilag az egész háborút breaking newsban közvetítik.
percről percre? Igen, ez őrület. De régebben ez nem volt jellemző. Dehogy, tehát még az iraki háború sem volt ilyen. Amíg az sem ilyen volt. Nem, az messze volt. Most nyilván ez közel meg, van. Meg akkor nem csinálták még ezt így. Most meglátom, hogy egyszerűen nyilván az a propaganda miatt is, hogy mert ugye az ukránok inkább a propaganda háborúban látom, hogy ebben nagyon jók. Most ami ásúban milyenek, azt nem tudom, de hát legyen már vége. Inkább ne halljanak az emberek meg. De látom, hogy megy, és állandóan megy, olyan hírek, olyan címek vannak, hogy az emberek ráklikkeljenek, és ezt olvassa. Hát persze, hogy betelik az embernek a szíve félelemmel, remegéssel, rettegéssel, az iszonyattól, amit lát. De nem akarja Isten, hogy elhaljon a szívünk a félelem miatt, ami jön a világra. Mert jön a világra, de nem ránk jön, a világra jön. Ez nem azt jelenti, hogy veszel a világ, hanem nyilván ilyenkor mit kell csinálni, amit a Máté 24 végén mondja Jézus, hogy mi az utolsó jel, hogy ez az evangélium hirdettetik mindenhol, azaz ilyenkor mit kell csinálni? Gőzerővel menteni az embereket. Nyilván így is, és úgy is. És a Magyarország ezt egyébként csinálja, és az embereket menti, segíti, de nekünk meg az a dolgunk, hogy evangéliumot hirdessük, hogy mondjuk el az embereknek, hogy szeret őket az Úr, és hogy meg lehet szabadulni az ítélet alól, és nem kell, hogy a világgal együtt elkárhoztassék és elítéltessék, mert jön a világra az ítélet. A világ ítélet előtt áll. És ennek az előszelét látjuk, és látjuk, hogy remeg a föld, ahogy mondja Pajor Tamás az egyik dalában, remeg a föld, gyomra mindjárt kidobja a katasztrófát. És lehet látni, hogy tényleg ez a helyzet, de nem azért van, hogy mi rettegjünk és féljünk, hanem nekünk meg kell esíteni magunkat az Úrban ilyenkor. De én vigadozni fogok az én szabadító Istenemben. Az Úr az én erősség, ő az én váram, ő az én menedékem. És akkor a másik, amit mond itt még, ugye ez a hit és szeretet által történik, ja, és a másik az, hogy a szeretet mellvasa miért fontos? Ugye itt az eredetiben, hogy mondja Máté 24, hogy sokan gyűlölik egymást, illetve gyűlöltek lesznek, úgy is lehet fordítani, gyűlöltek lesznek. Az a szó szerint, hogy gyűlölt vagy gyűlölő. Ez lesz az egyik hatása, hogy nekünk föl kell öltözni magunkra a szeretetet. Nem csak, hogy én szeretett vagyok, hanem nekem is kell közvetíteni a szeretetet egy másik emberek irányába. Nyilván ez történik azzal, hogy emberek ad a másiknak, segít a másikon, küld pénzt, vagy ha el tud menni valaki, akkor szervezetten akkor tud segíteni a menekülteken, így van. De van ennél még nagyobb szeretet, hogy az evangéliumot az ember képvisel a másik irányába. És az egyházon belül is nagyon oda kell figyelni, mert amikor nyomás van, világon nagy vihar van, ott is vigyázni kell, hogy nehogy valami botránkozás az embert kimozdítsa az erősségéből, mert a botránkozás, ugye tényleg a skandalizó szó jelentés az, hogy bűnre csábít, fogságba ejt, csapdába ejt, botrány. És aki még nem élt át botránkozást, majd fog, mert meg azt mondta Jézus, lehetetlen, hogy ne legyenek botránkozások. Ezt mindenkinek föl kell dolgozni, hogy ne legyen keserű, ne sértődjön meg. Ha érte sérelem, vélt vagy valós, mindig valósnak tűnik. Igen. Mindig annak tűnik, és mindig ott úgy kezdődik, hogy csak visszaütöttem. Na szóval, de ezt fel kell dolgozni szellemileg, erkölcsileg, lelkileg, intellektuálisan, mindenféleképpen, mert el kell határozni, én nem fogok megbotránkozni. Igyekszem nem okozni botránkozást, ha mégis, akkor bocsánatot kérek. Akkor bocsánatot kell kérni, és rendezni kell, amennyire csak lehet. Mert a gyűlölet így is ki tud áradni, és azért láttunk már csak a pandémia alatt is, hogy azért volt, akik egyszerűen eltolták pestiesen a biciklit a gyülekezetből, mert megbotránkoztak az oltás miatt, vagy a nem tudom mi miatt. Hát ugye a vélemény, ilyenkor mindenkinek van egy álláspontja, véleménye, ha nem ugyanazt mondja a másik, amit én, akkor... És itt a háborúval kapcsolatban szintén ez a helyzet. Így van, lehet látni egy megosztást az emberek között, és gondolom, hogy akkor ilyenkor a türelem, a higgadtság, ezek olyanok, amit nekünk illik követni, vagy hát e szerint... Hát ugye azt úgy mondja Timoteusnak a Pál apostol, hogy mi nem a félelemnek a szellemét vettük, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét. Hát elképesztően fölértékelődik a józanság ilyenkor, és áldom az Urat, hogy Magyarországnak most úgy látom, hogy józanok a vezetői,
nem mentek bele ebbe a kollektív gyűlöletbe, és nem viszik a lőszert az emberek öléséhez, hanem ebből ki akarnak maradni. Hála Istennek, Isten áldja meg őket ezért, mert azt gondolom, hogy ez az egyedüli józa viselkedés, ami ilyenkor kell tenni. Segíteni az áldozatokon, és nem önteni olajat a tűzre, és higgasztani a félelem, hogy ne féljenek az emberek, szóval nyugalom. És nagyon jól tették, belenyúltak a gazdasági folyamatokba, és ilyenkor van ennek létjogosultsága. Ne szaladjanak el az árak, amennyire lehet. Aztán majd meglátjuk később, hogy lesz, de én hiszem, hogy az Úr velünk van, és nem hagy bennünket fejebb kísérteni, amit el tudnánk hordozni. Ez meggyőződésem. És ugye a következő, amit mond még itt, ami nagyon fontos, hogy a reménység sisakja. Azt is föl kell venni. Ez pedig azt jelenti, hogy az embernek a gondolkozás módjába be kell kalkulálni szintén Istennek az igéjét, de nem a világra szóló igéket, mert akkor az ember elveszti a reménységét, mert akkor jön a 5 pecsét, 6 pecsét, 7 pecsét, 7 trombita, 3 jaj, utolsó jajba jön a 7 pohár, kehely, harag pohara, aztán a végén még a tejszínjapként Armageddon. Na, szóval, de nem. Nem. A reménységünk nem ebbe van. A mi reménységünk a názareti Jézus. Elközelgette a mi váltságunk, és ez egy személy a váltság. Ő egy személyről van szó, a názareti Jézus, aki megváltott bennünket, és erre kell néznünk, hogy nem sokára el fogunk ragadtatni. Ez a reménységünk. És ugye a Biblia azt mondja, hogy akiben ez a reménység megvan ő iránt, hogy meglátja, hogy színről színre, az önmagát mind megtisztítja. Hogy nehogy megszigyenüljön, amikor aztán ugye az Úr elé kell állni. Azt gondolom, hogy ez a reménységünk elképesztő fontos, és még ad tanácsokat az Isten igéje még, ugye az utolsó időre vonatkozóan pont ott a Máté 24 vége pedig arról beszél, hogy elragadtatásról beszél, Máté 24 utolsó pár verszakában, hogy ketten lesznek a mezőn, egyik felvételték, másik ott hagyatik, ketten lesznek a malomban, és elragadtatásról beszél, és akkor mondja, vigyázzatok, nem tudjátok, melyik órában jön a ti uratok, és ott kicsoda hát a hű és a bőr szolga, felteszi Máté 24 utolsó, nem tudom mennyi, 24-45-től. Kicsoda hát a hű és a bőrszolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza népén. Azaz, ha adhatok jó tanácsot az egyházi, a testvéreknek, a gyülekezetnek, hát akarnak boldogok lenni és részesülni az elragadtatásból, akkor én azt tanácsolom mindenkinek, hogy álljon be a szolgálatba. És az egyháznak a terhét, gondját, baját, búját vegye a szívére. Ne a világ baját, gondját, mert akkor tönkre megy, hanem az egyháznak a egyházi dolgokat vegye a szívére, a világot is veszélyelti a szívére, de azt ossza meg az Úrral úgy, hogy tegye Isten vállára, meg hát tegye jót, amit csak tud, tegye jót mindenkivel, de kiváltképp a mi hitünk cselédeivel, de az egyháznak a dolgait legyen gondviselő. Vegye föl az egyháznak a gondját, búját, ügyeit, szolgálatait, legyen olyan, aki nem tudja nézni, hogy koszos az ablak. Kérjen egy rongyot, meg a vizet, és mondja, megpucolhatom? Kritizálás helyett. Igen. Ha látja, hogy poros valami, akkor legyen ő, aki valakit keres, egy takarítószolgálat, ne haragudj, megcsinálhatom, segíthetek? Ez amikor valaki gondviselő. Valaki valamihez ért, és abba a térre már ki van képezve, maradjon meg, vagy álljon be a szolgálatba, persze nyilván vezetés alatt, tekintély alatt, de ha meg benne van, maradjon benne, csinálja Istennek a dolgát, mert boldog az a szolga, akit az ő ura ilyen munkába talál, amikor hazajön, mert hazajön. És az a szolga, aki pedig azt mondja, nem jön még az én uram, halogatja még az én uram a visszajövetelt, és világi életmódra megy, elkezd a részegesekkel együtt enni és inni, és az Isten háza népét szidalmazni, rágalmazni, rosszokat állítani, hogy mondja, elárulja, eredetiben kiszolgáltatja, ez az eredetiben kiszolgáltatja a rossz indulatú embereknek az információkat, hord, stb., amit nem kéne. Az ilyen szolga bajba fog kerülni, mert hazajön az ura, és a képmutatók sorsára fogja jutatni, és ítélet fog rájönni. Ugye azért mondom ezt, hogy ilyenkor össze kell zárnunk inkább, és a szolgálatra még nagyobb hangsúlyt tenni, és reménységgel nézni,
közel van a mi váltságunk, elközelít a váltságunk, hamar, vissza fog jönni az Úr. Ez a reménység bennünket pedig mire sarkal, tisztítsuk meg magunkat, még inkább szolgáljunk, addig tegyünk jót, amíg időnk van. Galata 6. Tegyetek jót, amíg időnk van. Csináljuk, és én hiszem, hogy az Úr nem lesz igazságtalan, és nem lesz hálátlan, amikor visszajön. Boldog az a szolga, akit az Isten munkába talál, az ő munkájába talál. Itt kell befejezzük a beszélgetést, okay. De nagyon köszönjük, hogy mindezt elmondtad, mert rendkívül fontos dolgok ezek, és azoknak pedig azt mondanám, akik mondjuk csak a végén kapcsolódtak be, hogy a Hétköznapok YouTube csatornánkon meg fogják találni majd az egész adást. Nagyon köszönöm Borbély Józsefnek, a Hídgyülekezete lelkészének, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm a lehetőséget.